Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban egy nagyon különleges csomagot fogok kibontani, amit a titkos karácsonyi ajándékozomtól kaptam karácsonyra. Idén hatan, Csaba, én, Evelyn, Kati és Kata, emellett Böbe együtt hatan szeretnénk egymást megajándékozni egy titkos karácsonyi húzás keretein belül. Ez lesz a karácsonyi titkos ajándékozás, amelynek során 6 nap folyamán mindannyiunknál láttok egy-egy csomagbontós videót december 21-től 26-ig, amelynek során mindannyian bontunk ajándékot, és már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az én ajándékomra, mert már megkaptam korábban, pár nappal ezelőtt, viszont még nem bontottam ki, és meg is mutatom nektek, hogy egy ilyen dobozban, a tavalyi Libris dobozban kaptam meg a csomagot, ami egy kis dobozt rejt, amiben maga az ajándék van, csak így jobban védve volt a csomag. És hát elárulom nektek, hogy kitől kaptam, Csabától, szóval Csaba húzott engem. És érdekes módon adta át nekem ezt a csomagot, ennek a történetét mindenképpen el szeretném nektek mesélni, ugyanis én most a Libriben dolgozok Szegeden, az Árkádban, és éppen végeztem a műszakkal, és hazafele indultam volna, amikor az Árkád folyosóján Csabába botlottam, és akkor mondta, hogy ha-ho, meglepetés, én vagyok a titkos Mikulás, és én húztalak téged, és a Csaba arra gondolt, hogy személyesen szeretné nekem odaadni a csomagot, és pont Szeged mellett játszott a fia színházban, szóval neki egy köpésre volt Szeged, és köpésre voltam én is, szóval személyesen adta át nekem a csomagot, és ami a legviccesebb az egészben, hogy Csabával konkrétan majdnem elkerültük egymást, ugyanis én korábban végeztem fél órával, és ő azt hitte, hogy 6-ig dolgozom, és én már indultam volna le a mozgó lépcsőn, amin nem tudtam lemenni, mert éppen javították, ezért a másik mozgó lépcsőn kellett elmennem, lemennem, ezért megkerülve az egész Árkádot, pont akkor botlottam bele Csabába, aki meg hátulról érkezett, szóval konkrétan, ha jó lett volna mozgó lépcső, én a szépen lemegyek, és full kikerülöm a Csabát, és nem találkozok vele. Szóval hatalmas szerencsénk van, hogy pont akkor romlott el a mozgó lépcső, szerintem csak miattunk romlott el, hogy mi tudjunk találkozni. És ami még az egészben a legviccesebb, hogy aztán beültünk Csabával a Libribe, szóval én elköszöntöm az összes kollégától, elindultam haza, és körülbelül egy perc elteltével újra ott voltam, szóval nagyon vicces volt, és még benne az volt a legviccesebb, hogy a Csaba a tavalyi Libris dobozzal mászkált a Libriben, szóval mindenki nézte, hogy ez amúgy nem a tavalyi, szóval nagyon jót nevettünk rajta. De nem húzom tovább a szót, mert így is nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem ti is kíváncsiak vagytok már rá, szóval elkezdem a csomagot kibontani. Szóval leveszem a védődobozt, és akkor nézzük magát a csomagot és magát az ajándékot. Van itt egy levél az elején, amit nagyon elegánsan ide tett a Csaba egyébként. Megmutatom nektek, hogy gyönyörű a csomagolása ennek a csomagnak. No. Mondta Csaba, hogy ezt a levelet majd a később olvassam el, miután kibontottam a csomagot. Egyébként nem tudom, látjátok-e, hogy ilyen karácsonyi pulcsim van. És itt ez ilyen, ilyen kis bolyhos, bolyhos az orra a rénszarvasnak, és ez onnan jutott eszembe, hogy maga a csomag is rénszarvasos mintájú. Na nézzük. Olló mondjuk most nincs nálam, szóval remélem kibírom így bontani. Vagy nem. Aj, várjunk. Azon gond, hogy nincs az íróasztalomon olló. Csak így lehet kibontani? Oké. Sikerült. Sikerült. De izgalmas. Nézzük. Ah!
Csoki! Csokoládéval indul a csomag. Akkor ezt most kicsit félreteszem. Kaptam egy bombonos csokoládét, ami nagyon szépen be van csomagolva. Na, ez nagyon finom lesz. És milyen szép, maga a doboza is annyira gyönyörű, annyira karácsonyi. Köszönöm szépen, Csaba. Ezt majd elesegetem olvasás közben. Ó, kis karácsony, ez lottó, kaparós lottó. Ugye? Úgy tűnik. Ha kaparó felület alatt három azonos összeget talál, ön nyert. Na most ezt kaparjam le. Na, a videó végén lekaparom, mert most messze van a pénztárcám is, és ő nem fogok találni ő pénzérmét, hogy lekaparjam. Ezt ide rakom, hogy ne felejtsem el. Majdnem azt mondtam, hogy szóljatok rám, de majd megpróbálom emlékeztetni magamat. Hát, ha nyerek. Nézzük. Szóval van a csomagban lélekmelengető krém puding csokoládé. Ez a Dr. 5-keres fajta, amit nagyon szeretek. Tökéletes lesz egy adag melegség. Szintén olvasás közben a csokoládét eszegetve majd egy kis krémtúró is csatlakozik. Úristen! Ez micsoda? De menő! Sex és New Yorknak a soundtrackje. Oszta! Na jó! Na jó! Csaba! Te nagyon ismersz engem. Jaj, de jó! Jaj, de király! Igen, ez a Sex és New Yorknak a filmnek a soundtrackje CD-n, és én nagyon nagy Sex és New York rajongó vagyok, az egyik kedvenc sorozatom és filmjeim, és pont most jött ki tegnap az új fejezet, a következő évadja, a Sex és New Yorknak a folytatása, ahol már idősebbek a karakterek, és pont most néztem meg tegnap ezt az első két részt, ami már elérhető az HBO Go-n, és nagyon-nagyon szerettem, és most úristen ennek nagyon-nagyon örülök, hát köszönöm szépen Csaba, erre nem számítottam, tényleg, wow. Elképesztő. Én kirakom ide akkor a hátam mögé, így még tudtok bennük gyönyörködni. Hú, akkor folytassuk a csomagot. Már látom a könyvet. Ó, és kaptam egy naptárat, 2022-es naptárat, ami könyvjelzőként is funkcionál, és a országos könyvtárnapok ilyen Jánoshalmán is van könyvjelző. Most fókuszált? Rám fókuszál. Na mindegy, nagyon menő könyvjelző, ezeket szeretem használni, és soha nincs könyvjelzőm, pedig mindig van rengeteg, szóval köszönöm. Ó, és akkor itt van a könyv. Ami Alice Smithnek az ősz, vagyis Alice Smithnek a tél című könyve, és ugye pont nemrég olvastam az őszt ősszel, és nagyon-nagyon tetszett és szerettem, és nagyon kíváncsi voltam ennek a könyvnek a folytatására, és egy tavalyi megjelenésről beszélhetünk az ősz kapcsán, viszont a tél az idén érkezett meg is, ez egy négy részes tetralógia, és ennek a folytatása a tél, és minden rész egy évszakról szól, és az van főként benne, mint motivum, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, úristen, nagyon-nagyon örülök, hát köszönöm szépen Csaba. És annyira szép a borítója, annyira szép letisztult és művészi hatása van, már néztem a könyvesboltban egyébként, és ennek nagyon-nagyon örülök. Nagyon kíváncsi leszek, mert az első rész is nagyon tetszett, és nagyon különlegesen ír Alice Smith, és az egyik legfontosabb kortárs brit szerzőről van szó, és rengetegen szeretik és méltatják a művei, szóval én is bátran tudom nektek ajánlani. Wow, köszönöm. Hú, tél van még mindig, nincs hó, szinte egész télen nem volt. Az eddigi egyik legmelegebb tél volt megint. Igen, ez teljesen átérezhető, már nem tudom hány éve nem láttam úgy igazán hót, havat, és köszönöm, ennek nagyon örülök. És akkor úgy látom, van még a csomagban valami.
Csokoládé. Ez a pici Nutella, mire, na, ráfókuszált, ilyen pici Nutella, nagyon aranyos. Emellett, ó, itt van pénzér, jaj, a margó, tényleg kitűző, mondta Csaba, hogy van neki. Kaptam egy ilyen margós kitűzőt, amire nem akar ráfókuszálni, még így se. Halló? Egy margós kitűző. Na mindegy, igazából csak a margóban ráírva, meg egy kis képecske. És akkor itt vannak a pénzek. Ilyen kis pénz alakú csokoládék. Hát nem tudom, hogy ezzel lebírom-e kaparni a lottót, és erre se akar sajnos ráfókuszálni. Na mindegy, nem húzom bele az időt, de szerintem láttok már ilyen pénz alakú csokoládét. És akkor... pottyant, és akkor nézzük. Hát igen, ezzel nem bírom lekaparni. Egy pillanat, és hozok pénzérmét. Megjöttem, gyors voltam. Szóval, első játék. Nézzük. Ha a kaparó felület alatt három azonos összeg talál, ön nyert. Na nézzük. Úristenem, ugye nagyon ritkán csinálok ilyet, nagyon ritkán veszek kaparós sorsjegyet. Három azonos összeg. Hát... itt nincs. Itt nincs. Aj, pedig hogyha lenne még egy 2000-es, akkor nyertem volna. Ó, a fene. Na mindegy. Van egy második játék. Ha a kaparó felület alatt egy sorban, oszlopban vagy az átlók valamelyikében három egyforma szimbólumot talál, ön nyert. Nézzük. Három egyforma szimbólum. Hát úgy látom, hogy az sincs. Ugye? Kezdjük. Aj, sajnos nem nyertem. Ezzel sem, bár általában nekem sosincs szerencsém, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nézzük a harmadik játékot. Ha a kaparó felület alatt megtalálja az ajándék, betűk mindegyikét ön nyert. Hát... a... nem, hiányzik a jö. Ajándék... a... i... aján... meg az á. De közel voltam, elég sok hasonló betű volt. Ó, bónuszjáték, most látom. Ha a kaparó felület alatt szimbólumot talál, ön nyert 2000 forintot. Na már, az is jó lenne. Szimbólum. Ja, angyal szimbólumot. Hát itt nincsen, csak diócsillag, meg masnék. Na mindegy, ezzel a kaparós játékkal nem nyertem kiskarácsonnyal. De se baj, azért jó élmény volt így kapargatni. Megmutatom amúgy, hogy ezeket sikerült lekaparnom. Ilyen lett. Na mindegy. Köszönöm szépen, Csaba, ezt a nagyon sok ajándékot, és tényleg nagyon-nagyon örülök neki, és úristennek a Sex és New York soundtracknek nagyon-nagyon örülök, és nagyon-nagyon meglepődtem. Egyébként ilyen volt a doboznak a csomagolása, mármint a belseje. Ja, és tényleg a levél. Elolvasom a levelet, amit Csabától kaptam. Még ehhez is ügyetlen vagyok, hogy kimegyek egy borítékből egy levelet. De szép. Vaskos. Oh, wow. Boldog karácsonyt. És ilyen dombornyomatos, vagy kicsit 3D-sen kiáll a levélnek az eleje. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Ilyen szép levelet. Úristen, még soha nem láttam. Vagyis képes lapot. Na nézzük. Húha! Csaba jól teleírta. Szóval, kedves Edmond, nagyon boldog karácsony kívánok neked ezzel a csomaggal. Remélem minden tetszik, tetszeni fog benne, amit küldtem. Hát igen, így lett. Tél, mert az ősz után ez az Alice Smith könyv is el kell olvasnod. Sex és New York CD, mert a felfogod érzés jól jön a depis téli napokon.
Ja, feel good, felfogod. Mert a feel good érzés jön a depis napokon, hát igen, az biztos, főleg szexis New York-kal. Source jegy, mert az élethez kell egy kis szerencse. Margó jelvény, hogy ne felejtsd el a közös fesztiválozásunkat. Igen, tényleg a Csabával együtt voltunk a Margón 2021 őszén is. Hihetetlenül élveztük, és mindketten nagyon sok emlékkel gazdagodtunk. Lélekmelengető puding, hogyha nagyon fáznál, könyvjelző, hogy el ne felejtsd, hogy hol jársz a könyvben. Csoki pénz, hogy gazdag legyen a 2021-es éved. Nutella, életmentő lehet bármilyen helyzetben, így van, és plusz téli desszert, hogy jusson valami két ünnep közé is. Szeretettel Csaba, 2021-12-06 Csaba, az én titkos Mikulásom. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm Csaba, nagyon örülök ennek a csomagnak is, annak is, hogy tőled kaptam, és hogy ennyire gondoltál rám, és ilyen sok szép dolgot kaphattam tőled. És mindenkinek nagyon boldog karácsony kívánok előre is, kellemes ünnepeket, és neked is Csaba, és már nagyon várom Csaba neked is, és a többieknek is a csomagbontós videóját, és annak is, akit én ajándékoztam meg. További szép napot és jó olvasást kívánok nektek, sziasztok!